Szevasz, üdvözlöm meg mindenkinek ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Szokás szerint nem érnék, hogy csak hazértem a munkából, megborotválkoztam. Nem, először megzanyoztam, megborotválkoztam. Nem, először ebédeltem, megzanyoztam magamat, és utána borotválkoztam, azért kicsit piros az arcom. Itthon van a Davis. Mi a helyzet, Nyuszi? Hova ugrálsz? Tiszta víz a hajad. Látom, hogy játszol, de ups, tiszta vizes a hajad megint. A Lucas még nincs itthon, és ahogy a címből most már láttátok, hogyha láttátok, hogyha elolvastátok, bár szerintem mindenki elolvasta a címet, az új YouTube csatorna. Készítettünk a Lucas-szel egy új YouTube csatornát, végül is ez a régi YouTube csatorna csak új néven van. Ez a csatorna nem magyar, hanem angolul van ez a csatorna, a videók ezen a csatornán angolul lesznek, de még mielőtt páran kérdezitek, vagy írjátok, hogy mi lesz itt ezzel a csatornával, az Ausztrália Magyarul csatorna ugyanúgy megmarad, ugyanúgy videók fognak felmenni rá, mint eddig, ugyanúgy érdekes, vlogos, mindenféle fajta videók. Az új csatornán angolul lesznek a videók, de nem kell angol aggódni, mert tudom, hogy mit fogtok írni. Amíg a másik csatornán lesznek videók angolul, ugyanazok a videók itt ezen a csatornán is meg lesznek magyarul. Hogyha gondoljátok, nézzétek meg az új csatornát, ez nem más, mint mutatom. What If csatorna. Ez az a csatorna, ahol megosztottam a jazz kis videót, ugye annak idején, mikor vásároltuk. Tehát ezen a csatornán, a régi csatornámon a videók angolul vannak, és hogyha gondoljátok, nézzétek meg, hogyha tetszik, iratkozzatok fel, a linket itt a videó alatt megtaláljátok, és arra kattintva fel tudtok menni erre az új csatornára. Minden héten egy videót hoztunk meg a Lucas-szel, egy ilyen rövidebb videót, ami így, amúgy, na még egyszer, amúgy a what if az azt jelenti, hogy mi van ha. Tehát arra gondoltunk a Lucas-szel, hogy készítünk olyanféle fajta videókat, vagy csak várjál bennek ide, mert nem lehet hallani, hogy a Davis-ot játszik. Talán egy kicsit csöndesebb ez a szoba, a Davis-nek a szobája. Tehát arra gondoltunk a Lucas-szel, hogy készítünk ilyen videókat, hogy mi van ha megharap a kígyó, vagy mi van ha megviccelem a Lucas-t. És ezek ilyen rövidebb videók angolul lesznek, tehát gondoljátok, lehet, hogy tudtok belőle tanulni valamit, ugye angolul, és ahogy mondtam, nem kell aggódni, azok a videók ezen a csatornán is meg lesznek, magyarul is, csak hogy mondjak egy példát, nem sokára, majd bezárom az ajtót, hogy senki ne hallja, meg fogom lepni a Davis-t, én leszek a télapó, és a télapós videó meg lesz a magyar csatornán is, és az angol csatornán is, tehát meg tudjátok nézni magyarul is, és angolul is. Az elmúlt egy pár hétben filmeztünk jó sok videót a Lucas-tel, érdekesebb videókat, ezek a videókat, ezeket átlában ti már láttátok, tehát az autót mutatta meg ugye, a régi új autónkat, a Fordot, arról beszéltem, amit ti már láttatok körülbelül egy évvel, vagy másfél évvel ezelőtt, ugye amikor megvásároltam az autót, meg hasonló videókat, de a jövőben ugye lesznek érdekesebbnél érdekesebb videók, úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg, iratkozzatok fel, és hogyha nem tetszik, semmi baj, itt az Ausztrál Magyarul csatornán ugyanúgy fogtok látni minket, és érdekesnél érdekesebb videókat. Most pedig nem más fogunk csinálni, mint... Ja, várjál, még mielőtt elmegyünk. A YouTube gombom még nem jött meg, de valószínű, hogy a héten ígérték, hogy meg fog érkezni. Képzeld el, hogy ez a 100 000-es ezüst YouTube gomb. Ma még csak hét közepe van. Ezt a videót egy kicsit előbb filmeztem, ugyanis holnap nem lesz sok időm, de lehet, hogy holnap után se, tehát azért gondoltam, hogy valami érdekesebb videót előbb filmezem, ugye ezt a videót biztos, ami biztos, tehát hogy szombaton mindenképpen ugye legyen videó, azért a Lucas még iskolában van, ugyanis hét közepe van most mi nálunk. Nem más fogok most csinálni, mint összeszedem magam, kimegyek a hajóra, és megmutatom, hogy mit fogok dolgozni ma a hajón. Viszem magammal a porszívót, ugyanis ki fogom porszívózni, hogy már ide készítettem a porszívót, ide készítettem a, nem a festéket, hanem ezt a ezt. Látod? Amivel az ajtót, ugye múltkor megcsináltam az ajtót, lefestettem ezzel a festékkel, nem ezzel, de lefestettem, de az ajtó keretet nem festettem le, ugyanis azt nem tudom hazahozni. Úgyhogy most a hajóra megyek, és azt ki meg fogom csiszolni, szépen lefesteni. Kiporszívozom a hajót, ugyanis tele van homokkal, meg majd meglátjuk, hogy mi más csinálunk. Tehát húzzuk a cipőmet, húzzuk a kulcssartomat, a kulcsomat, a telefonomat, meg a pénztárcámat, és indulunk. Aztán képzeld el, ez a magas nyomású mosó. Ez ilyen kisebb mosó, tehát van egy ilyen nagyobb mosónk, meg van egy ilyen kisebb mosónk, amit ugye használunk ilyen kisebb munkákra, és képzeld el, megállt és belövött.
hogy miért, nem tudom, úgyhogy most vagy szemét, vagy pedig megpróbálom eladni alkatrészként, vagy valaminek. De nem tudom, mi tud bedögleni egy ilyen magas nyomású mosón? Egyszerűen elment az áram, minden, és ennyi. Tehát nem tudod bekapcsolni, semmit se csinál. Na minden. Sosz vagy eladom. Na minden, viszem a porszívót. Viszem ezt a kisebb végét neki, hogy ki tudjam porszívozni a homokot, meg mindent az autóból. Ugye már elég meleg van megint, és jön az első holnap. Várjál, leveszik ezt az ablakból. Látod, mi van az ablakomban? Ilyen napfényvédő, hogy ne süssön be a nap, így legalább megvédi az autót valamennyire, bár így is meleg van az autóba, de legalább a kormányt meg tudom fogni, nem olyan meleg. Biztos, hogy van megint vagy 30 valahány fokon, mondom. Ugye a YouTube gombot most már biztos, hogy meg kell, ugye, hogy kapjam. Úgyhogy lehet, hogy a holnapi videóban gombot fogunk nyitni. De én rettentően izgatott vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni ez a YouTube gomb, ugye ez az ezüst, amit kapsz, amikor elér a 100 000-et. Én rettentően kíváncsi vagyok rá. Csak azt nem tudom, hogy hova fogjuk még tenni. Valóban falra valószínű. Lehet, hogy eloszi a Szevasz tábla alá vagy fölé, ugye ahogy múltkor mondtam. De nem tudom, hogy mekkora. Tehát nagyon nagy vagy kisebb, nem hiszem olyan túl nagy. Belementünk egy gödörbe. Bár nem tudom, hogy az egész ezüst lehet. Igazi ezüst lehet szerintetek, vagy nem? Na minden. Ma meglátjuk. Na, kiérkeztem ide a hajóra. Mutatom, hogy itt fogok majd csinálni. Itt az ajtó, amit már kivettem ugye a helyéről. Csak ez az ajtónak a keretje. Tehát ezt fogjuk ma megcsiszolni. És lefesteni. És nem festjük, mert nem festék lesz, hanem ugyanolyan lesz mindez. Aztán csinálom ennek a tetejét. Ezt. Meg itt, ezt, várjál, bejövök, kiporszívózzuk, ugyanis ahogy lehet látni, látod, tele van szeméttel, nem volt kiporszívózva, kiporszívózzuk azt a szűnyeget, és ugyanis a szűnyeg ott körbe, egész oda belig, úgyhogy mára ez a munka. A kötelen egy kicsit kellett igazítani, képzeld el, és lehet, hogy valaki egy kicsit kiebb engedte, vagy én nem tudom, de majdnem, hogy elkezdett bemenni ide a oda alája, látod? Oda, ugyanis egyenis beljebb jött a hajó, a kötél túl hosszú volt, úgyhogy kicsit rövidre kellett venni. Úgyhogy most itt meg tud állni. Annak ott neki megy, és akkor nem lesz semmi baj annak az oszlopnak. Látod, a vége neki megy, és nem tud bemenni ide a dock, vagy a deck alá. És hogyha bemegy, és feljön a víz, akkor összenyomja ugye a hajót. Na mindegy. Úgyhogy, én most nem más csinálok. De azt, hogy elkezdek csiszolni, és hogyha készen van, majd megmutatom, hogy milyen lett. Nem lesz ma biztos, hogy kész, de el kell kezdeni, ugyanis minden nap ugye egyszer tudod csak megcsinálni, egyszer tudod leecsetelni. Úgyhogy majd holnap nem jövök vissza, ugye nem lesz időm, ahogy mondtam, de ha más nem a hétvégén, vagy jövő héten. Na, dolgozzunk. Megizzadtam. Kész vagyok, képzeld el, elkészültem, mutatom, mit csináltam. Én is mindent nem tudtam csinálni, amit akartam, de végül is mindent megcsináltam, amit akartam. Mutatom, hogy mit. Kezdjem bent, mert benn vagyok a hajóba. Látod, lefestettem ezt az oldalát, túloldalat is, azokat a kis valamiket is, ami ott ugye ott van, mind a két oldalt. A kötelet visszaraktam, ugyanis a belső felét nem tudtam lefesteni, mert ugye nem férek oda ecsettel. És le akartam szedni, mutatom, ezt, de nem tudtam leszedni, ugyanis egy csavar itt van, kiszedtem az összes csavart. Gondoltam, hogy úgy csinálom, hogy leszedem, és úgy csinálom meg, de oda van ragasztva, képzeld, oda ragasztották, úgyhogy nem tudtam leszedni. Úgyhogy most úgy kellett megcsinálni, hogy ott körbe kentem. Próbáltam vigyázni, és nem mentem rá a hajóra, csak próbáltam ezt a fadarabot ugye lefesteni. Én azt mondom, hogy sikerült, én meg megcsináltam ezt a részt, és mindjárt kiszállok, visszarakom az ajtót, aztán megmutatom. Ja, meg kiporszívóztam. De a szűnyeg az olyan lett, hogy nem lett a legjobb, úgyhogy én arra gondoltam, hogy elmegyek és veszek egy újat, és hogyha már veszek szűnyeget, én arra gondoltam, hogy ezt a részt is valamit rárakok, valami szűnyeget, én azt hiszem, ezt a felét kihagyom, tehát ilyen szűnyeg, nem szűnyeg, szűnyeg lesz, és arra megy majd ugye rá a párna, talán jobban fog kinézni, és próbáltam ezeket leszedni, és ezek nem jönnek le. Úgyhogy ha el tudjam tüntetni, meg látod itt valamit belefúrtak, hogy el tudjam ezeket tüntetni, gondoltam, hogy a szűnyeget teszek erre a részre, ami nem is tudom, hogy micsoda konyha, nem hiszem, hogy ez a konyha. Ide még nem tudom, hogy mit teszek, valamit majd kitalálok ugyanis, vagy lehet, hogy lefestem ezt a részt, de ha lefestem, akkor már le kell festeni azt is, vagy ha lefestem, akkor az egészet le kell festeni, és festeni most ugye nem nagyon akarok, mert rettentő üdös lesz, és a hajót ugye használni akarjuk.
Úgyhogy nem tudom, valakinek van valami ötlete, hogy ide mit lehetne rakni, mire a videó alá nyugodtan megírhatjátok, ugyanis ötletem nincs. De majd valami biztosan kitalálok. Na minden, Michelnek összerakom a hajót, aztán megyek, nézek szőnyeget és megyek haza. De bezártam az ajtót, mutatom, ezt festettem le, és ilyen lett. Nem ugyanolyan a szín, ugye nem lesz olyan, mert másféle fajta fa, de próbáltam látni, hogy valamit betenni, ilyen csiszlóvásznát, hogy ne érjen neki az ajtón, hogy véletlen beleragadjon. Én azt hiszem, hogy jó lesz, ugyanis ott van egy kis hézag, de jobb, mint volt, ugye most legalább van, le van festve, egy kicsit jobban néz ki. Meg a teteje is. Hát ott sötétebb. Úgyhogy most megyek. Hoppá, úgyhogy most megyek, és megnézem a szőnyeget, csak nagy véletlen meglegyen az eső. Hozzáérkeztem, közben nem mentem el szőnyeget venni, képzeld el, hogy megnézni se, mert az idő, látod azokat a pálmafás fákat ott? Egy kicsit fúj a szél, lehet, hogy annyira most pont nem lehet látni, de jön a vihar. És gondoltam, hogy inkább elmegyek majd valamelyik nap vagy a hétvégén, aztán körbenézek. És sokfajta ilyen szőnyeget lehet ugye kapni, nem tudom, hogy rendes hajószőnyeget vegyek, vagy ne. Mert a hajószőnyeg ugye azért hajószőnyeg, hogy a vizes lesz, akkor nem lesz ugye baja. A másik szőnyeg meg lehet, hogy baja lesz, de kicsit puhább meg jobban néz ki. Nem tudom. Ha lehet, hogy vizesen nem megyünk annyira be a kabinba, vagy... Na mi, ma meglátjuk. Körbenézek, valószínűleg körbenézek majd a héten. Aztán azért jöttem be a szobába, hú, most úgy besötétedett, mert akarok valamit itt keresni. Egy szemüveget akarok keresni, ugyanis a Mikuláshoz kell egy szemüveg, meg valami más meg akarok nézni. Na mindegy, várjál, megnézzük a Lukasszal, és Lukasszal, én már találkoztam, de még nem találkoztatok. Mi a helyzet? Semmi. Mit csinálsz? Semmi. Nehogy nem. Mit csinálsz? Ez nézd már jól, hogy én nem tudom. Az el valami játékkal játszottál, ilyen emulátorra. Jaja. Melyik játék volt az? A Mega Man. Micsoda? A Mega Man. Mega Man. Mindjárt, van online egy ilyen emulátor, biztos, hogy láttátok, biztos, hogy sok ilyen van, és a Lukasz most azon játszik, tehát felmész arra az oldalra, ugye? Felmész, melyik az az oldal? Mutasd azt az oldalt. Felmész arra az oldalra. Amúgy ez nem a reklám helye, tehát ezért senki nem fizet nekünk, mert senki nem kért meg, hogy ezt megmutatjuk, csak gondoltam, megmutatom, hát valaki akar játszani. Ez a neve? Ha tudom találni a játékot. Arcadespot.com. És itt van, lehet játszani. Ezek ingyen lehet játszani, ugye? Ja, ja. Van PlayStation 1 játékok is. Igen. Ez egy PlayStation 1 játék. Én akartam tesztelni ezt egy videónak hamarosan, szóval így tudom játszani. Csak meg kell nézni a reklámot, hogy látom. Te tudsz skipolni 3 másodpercet. 3 másodperc után lehet elhajtani? 5. És hol a játék? Betölti a játékot, betölti. Hát így megy a normális játék. Ja, így megy a normális játék? Ja. Ez melyik játék? Melyik játék? A Grinch. Ez a Grinch? Ez van egy Grinch mire? Játék, ja. PlayStation 1-re? Ez a ez de Nintendo. De a Nintendo csinál. Ne, hogyan? Ja, de volt egy a PlayStation 1-je. Oké, okay, maybe nem. De mindig tudjuk tesztolni. Na mindegy. Úgyhogy most tölt a játék, és most ezen játszik a Lucas. Rájött ez a régi mánia. Amúgy a PlayStation 1 nem sokára jön december 6-án? Harmadikán, nem 6-án. A télapó jön 6-án, nem? Vagy 5-én este. És a PlayStation-ek harmadikán. Ez a Grinch! Ó, oh, fülem! Mi van a füledben? Olyan fülagatok? Rossz a hang ennek a játéknak. Igen? Ja. Na mindegy, ez a játék. Ha valaki akar, akkor megnézted. Ja, ez elég grafika. Régi játék. Te, milyen a grafika? Azok a régi szép idők. Na mindjárt, ja, megnézzük ezt a dobozt, ugyanis itt vannak az érdekes dobozaim az én szobámban, vagy a feleségémben, az enyémben, nem az övében. Na mindjárt, Ben. Itt! Úgyhogy most kibányászom. Nagyon sok ilyen doboz van, és megnézzük, hogy mi van a dobozban. Legalábbis a szemeg nagyon remélem, hogy megvan, mert kell nekem a szemeg jövő hétre vagy utánra. Na bányászok, képzeld el, találtam sok érdekes dolgot. Hoppá, várjál, megmutatom, mit itt találtam. Találtam egy ilyen, mi ez? Stetoszkópnak hívják, vagy minek? És meg tudod hallgatni. Hú, te hangos, olyan, mintha mikrofonban beszélnék. Hú, te! Kolyanban nem tudom, mennyire lehet látni. Így meg tudod hallgatni a szívedet, meg a melledet, amit ti most nem hallatok. Már ide lerakjuk addig a kamerát. Ezt még akkor vettem, mikor filmezés, még azt szoktam ugye filmezni, és ezt az egyik filmhez, a Charlie filmemhez vettem. Na mindjárt, ilyen kellék, van ilyen sok kellék, ilyen kellékes doboz, a kellékeken kívül van itt más is. Például van egy ilyen régi limuzin, ahogy látjátok. Aztán van itt, ebben a dobozban minden van, a régi Apple, mi a sztárgyra? Nyitva nem is lehet ilyen fejéret kapni.
Legalábbis én azt hiszem. De nem azt keresik. Aztán van itt egy töltény a pisztolyba, abba a durvagos pisztolyba. Van itt egy ilyen, au, szemüveg. Ilyen, milyen? Milyen ez a szemüveg? Ez a repülős szemüveg. És tudod, mit találtam a repülős szemüveg mellett? Nem hiszed el. Egy magyar rendőrautót. Ami nektek valószínű, hogy nem nagy szám, de nekem az, ugyanis nálunk ilyen autót nem lehet kapni, nem is itt vásároltam, hanem Magyarországon annak idején. Várj, megyünk tovább. Aztán olyan, hogy találtam a filmemet, Most Wanted, ez volt az első rendes ilyen hosszú filmem, ilyen teljes filmem, amit készítettem. Nem tudom, mennyire lehet látni. Ott vagyok rajt a háttérben, leghátulabban a buta parókába. Aztán ott vagyok, én is a rendőr is én vagyok. Az öcsém az nem én vagyok, hanem az öcsém. Az a lány, az sem én vagyok, az egy ilyen szereplő. Aztán kimondott háttérbe, apukám, oda nézzél. Minden, meg ott a Lucas még. Nem tudom, mennyire lehet látni, ott bent. A merencébe. Látod? De pici volt még. Na mindegy. De keressünk tovább. És a szemüveget nem találtam meg. De nem is tudom, most hol keressem meg. Lehet, hogy jobban járok, inkább bemegyek és veszek egy másikat. Itt. Amúgy kezdem el mutra a filmemet, ezt a, már visszaraktam ezt a DVD-t, valaki árulta, az eBay-en árulták, vagy az Amazonon, nem is tudom, valamelyik ilyen oldalon, ahol árulnak ugye filmeket, meg mindenféle fajta dolgot, ilyen eBay-es oldal, és 350 dollárért vagy 80 dollárért árulták a filmemet. Ugye, Lucas? A Most Wanted, mennyire árulták ott az eBay-en, vagy az Amazonon? 300 mennyiért? 316. 16-ért? Te! A filmemet! Én csak azt nem tudom, hogyha valaki vesz egy ilyen filmet, mit találtál, ja. Akkor én miért nem kapok bele pénzt? Úgyhogy én azt mondom, ez lopásnak számít, ugyanis én nem tudok róla, hogy valami gyár, hogy valaki árulná. Mindegy, lehet, hogy valaki úgy árult a privátba, de hogy miért 312 dollárt kér érten, nem tudom. De nem hiszem, hogy gyártó árult. Gyártó árulta? Nem gyártó árulta. Ugyanis nincsen szerződésem, egy gyártóval van az Amazonnal, de nem az Amazon árult, hanem egy teljesen más ember. Én azt hiszem, hogy Rásu Japánból jött, ugye? Szerintem. Ja, van egy Japánból, hogy mit keres ott a filmem, és miért olyan drágán árulják, nem tudom képzelni, de ezen kívül találtunk egy másikat is. A legolcsóbb mennyi volt? Na mindegy, elment. A legolcsóbb, ha jól tudom, valami 16 dollár volt, vagy valami ilyesmiért árulták. Nem is tudom, lehet, hogy az eBay-en, vagy az Amazonon. Amúgy néha meg lehet találni, néha felbukkanik az interneten, és egy pár ember árulja. Na mindegy. Úgyhogy elrakjuk ezt a dobozt, meg elrakunk mindent, és megpróbálom megkeresni a szemeget találni másik dobozban, nem is tudom. Feladtam a keresést, és nem találom sehol se. Na mi ez, mit csinál? Mi ez a kardod? A boom sword. Ja, a boom card. Itt üdeget mindenkit az újsággal. Legyet csapsz, hm? Ja, áú, te! Nyuszi magát! Piu! Áú! Na, mindenki, ezt a mai videót itt most lassan mi befejezzük. Bumi! Áj! That's silly! Ahogy mondtam korábban, ha gondoljátok, nézzétek meg az új, régi YouTube csatornát, és hogyha tetszik, amit láttok majd, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Minden héten lesz videó, valószínűleg hogy szombatonként nálatok, mikor megosztom, valószínűleg péntek este lesz, vagy éjszaka az idő eltolódás miatt, és azokat a videókat mi időnk szerint reggel fogom megosztani, olyan videókat a mi időnk szerint meg délutánonként szoktam megosztani, mikor nálatok szombat reggel 6:30 körül 7 óra van, és azok a videók szombat reggel, mi időnk szerint reggel mennek fel, nálatok azt hiszem, hogy valamikor ilyen 8 vagy 9 óra lesz péntek este. Tehát, na mindegy, gondoljátok, vagy nézzétek meg, ha tetszik, iratkozzatok fel, hogyha nem. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, amikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!